Megadom a szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának, az országgyűlés alelnökének. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az elsődleges gyermekvédelem, a családvédelem és a teljes épp családban való felnövés a legalapvetőbb feltétele az ideális gyermeki életnek. Ezt nem csak én vallom így, hanem az ENSZ gyermekjogi egyezményének kialakításában is megfogalmazódott ez a vélemény, és elsődlegesen, ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor ezt kell kiemelnünk, javasoljuk is, hogy a gyermekvédelem fogalmának alanya a család legyen a magyar gyermekvédelmi törvényben, hiszen a gyermekek jogai maradéktalanul akkor tudnak érvényesülni, ha az épp családban való felnövést segíti elő az állam, illetve természetesen azok a családtagok, akiken ez múlik. Az egyezmény azt is kimondja, hogy a gyermekek fizikai, lelki és személyiség fejlődése szempontjából is az a legelőnyösebb, ha csekély számú, állandó, gondoskodó kapcsolat áll a rendelkezésükre. És itt elsősorban a családtagokat, apát, anyát, testvéreket érték, természetesen nagyszülőket, és a gyermekek gondozására és nevelésére szakosodott szakembereknek az együttesét. Ez az a személyi kör tehát, akikről beszélnünk kell, ha gyermekvédelemről, családvédelemről beszélünk. A 21. század kihívásait már 1999-ben rendkívül jól összefoglalta az abban az évben karácsonykor kiadott püspöki konferencia hírlevél a katolikus egyház részéről. Már akkor megfogalmazták azokat a legfontosabb célokat és problémákat, amelyekkel szembe kellett néznie a családoknak, illetve az államnak, de mindegyik tekintetében azt látjuk, hogy sajnos a helyzet romlott. Egyrésztről is első helyen említik a gyermekvállalás és nevelés presztízsének csökkenését. És való igaz, hogy beszélnünk kell arról, hogy a fiatalok miért nem akarnak gyermeket vállalni, miközben az előző generációkban még mindez természetes dolog volt. E tekintetben Magyarországon is nagyon sokat romlott a helyzet. Most már, ha megkérdezik a magyar fiatalokat, hogy akarnak-e gyermeket vállalni, akkor az előző generációhoz képest jóval kisebb mértékben válaszolják egyáltalán azt, hogy akarnak, azt meg, hogy nagy családot terveznek, azt még kevesebben válaszolják. Éppen ezért is indított Novák Előd egy plakátkampányt, illetve a gyermekvállalás népszerűsítését és a családi életforma népszerűsítését céljául kitűző egész éves eseménysorozatot, illetve kampányt. Nagyon sajnálom, hogy több kormánypárti újságban is, illetve médiában letiltották ennek a megjelenését. Tehát konkrétan az, hogy a legférfiasabb dolog az apaság, ez a hirdetés nem jelenhet meg pénzért sem kormánypárti média felületeken, vagy az a mondat nem kerülhet bele ezekbe, hogy a nők legnagyobb dicsősége az anyaság. Valójában ez az önök politikája, bármennyire is beszélnek családbarát Magyarországról, több kormánypárti lap ennek az egyébként az Anyaország Alapítvány szervezésében megjelent hirdetésnek a megjelenését letiltotta. Az sem igaz, hogy a magyar költségvetésből önök nagyon nagy részt fordítanak a családok támogatására. Valóban voltak olyan évek, amikor ez igaz volt. Mára azonban az Eurostat statisztikái alapján Magyarország a 27 EU tagállam közül a 20. a családtámogatásokra fordított összegek GDP arányos ráfordításában, tehát e tekintetben is visszaesett Magyarország. De ami a legsúlyosabb és a legfájóbb, hogy a teljes termékenységi arányszám brutális mértékben esett vissza, és nemhogy nem kerültünk közelebb ahhoz a célhoz, amit Orbán Viktor még 2018-ban megfogalmazott, hogy a bizonyos 2,1-es termékenységi arányszámot elérjük, hanem a KSH legfrissebb statisztikái alapján 1,38-ra esett vissza ez az adat, tehát a 2013-as szinten van ismételten, pedig 1,59 is volt 3 évvel ezelőtt. Látható tehát, hogy a kormány családpolitikája és családtámogatásai nem válságállók, az első krízis követően
nem tudták megtartani sem azokat az eredményeket, amelyeket elértek, és gyakorlatilag a 11 évvel ezelőtti szintről kell újra kezdenünk ennek a feltornászását. Ami talán még inkább felháborító, hogy az alapvető fiziológiai szükségleteket biztosító szolgáltatások tekintetében a magyar családok azok, akik a legnagyobb vesztesei voltak a gazdasági válságnak. A rezsiárak átlagos fogyasztás feletti szintjéért ugye 22 őszétől az áramért kétszeres, a gázért több mint hatszoros árat kell fizetni. Az átlagos fogyasztásba jelentékeny számban nem beleférő egy és két gyermekes családok nem kapnak ezt kompenzáló támogatást. Ugyanebben az időszakban az alapvető megélhetési költségekre már a jövedelem több mint felét költik a több gyermekes családok. És ami még szomorúbb, hogy negyed részük a szegénységi küszöb alá került. És ennek eredménye 9-10 hónappal később jelentkezett is, ahogyan említettem, a teljes termékenységi arányszám visszaesett 1,4 alá. Hogyha az alapvető egészségügyi ellátást és a prevenció biztosítását nézzük meg a gyermekek vonatkozásában, akkor azt látjuk, hogy a házi gyermekorvosi szolgálatok 10%-a betöltetlen, emiatt több mint 100 ezer gyermek nem fér hozzá házi gyermekorvosi ellátáshoz. A magyar tizenévesek körében, KSH adatokat mondok, államtitkár úr, a magyar tizenévesek körében átlag feletti a dohányzás és az alkoholfogyasztásnak az elterjedtsége is. A 15-19 évesek negyede különböző rendszerességgel fogyaszt alkoholt, és becslések szerint 400 ezer gyermek él alkoholista szülőkkel. Hogyha a válságnak a hatásait nézzük, akkor azt látjuk, hogy a nagycsaládosok még nagyobb mértékben szenvedték meg ezeket a gazdasági nehézségeket. A három vagy több gyermekes családoknak már a harmada, 30%-a, tehát közel harmada került a szegénységi küszöb alá. Tehát a magyar kormány családpolitikája nem volt válságálló, és nem segítettek kellő mértékben a nagycsaládosoknak sem. De folytatva a katolikus egyház által megjelölt problémákat, ugye a párkapcsolati és kisközösségek labilissá váltak és felbomlottak, a gyermekekkel töltött minőségi idő rendkívüli mértékben lecsökkent, a férfi minta és jelenlét hiánya a családok életében is rendkívül nagy probléma, illetve a kortárs csoportokhoz, közösségekhez való csökkenő csatlakozási lehetőség, amely szintén a digitalizációnak az egyik következménye, a Covid lezárások ezt még inkább súlyossá tették, és erre sincsen a kormánynak válasza, ebben a törvényjavaslatban sem, mert bár helyesen megpróbálnak valamilyen módon fellépni a pornó oldalak elérésével szemben, egyrészt ez is hatástalan lesz, vagy nagyon alacsony hatásfokkal fog megvalósulni, másrészt a képernyő előtt töltött idő csak nagyon kis részét érinti, számos más problémával egyáltalán nem foglalkoznak, sem ebben a törvényjavaslatban, sem más törvényjavaslatokban, és ez nagyon nagy, nagyon káros következményekkel fog járni a fiatalokra nézve. Ha a digitális fogyasztóvédelem kérdésére önálló törvényt kellene alkotni, és különösen fontos lenne, hogy a digitális gyermek- és ifjúságvédelmi törvényt alkossanak, nem egy elemét kiragadni ennek az egész kérdésnek, hanem át kéne nézni, hogy mik azok a veszélyek, amelyek leselkednek a fiatalokra, és ezekre mindegyikre valami fajta választ kellene adni. Az Európai Unió egyik stratégiájában is megfogalmazzák ugyanis, hogy 80 millió európai gyermek ötödét érte már szexuális zaklatás a közösségi médiában. Ezért természetesen támogatjuk, hogy valamilyen módon fellépjenek ezzel szemben is, de nem látunk hatékony eszközöket erre. Nem
beszélnek most sem, és amikor a digitális államról, illetve digitális állampolgárságról szóló törvények vitájában mondtam el, akkor sem kaptam választ, hogy mi a helyzet az adatbiztonságnak a kérdésével. A Facebook volt olyan, hogy 500 millió ember adatait juttatta el különböző hackerekhez. 500 millió ember adatait. Ezek közt voltak magyar állampolgárok is. Hogyan védi meg az állam a big tech óriásoktól a magyar embereket? Miért nem lépnek fel velük szemben hatékonyabban? Az Európai Unió nemrégiben fogadta el az úgynevezett DSA törvényt, amelyhez számos ország fűzött a saját joggyakorlatába történő átültetéskor szigorító feltételeket, amelyek hatékonyabban védik meg az állampolgárok adatait is, illetve a jogérvényesítés lehetőségét ezekkel a platformokkal szemben. A magyar kormány dilettantizmusa vagy slendriánsága miatt, nem tudom, hogy melyik volt az oka, de önök szó szerint vették át az Európai Uniónak a rendkívül liberális szabályozását, holott felhívtuk a figyelmet arra, hogy például Írország további biztosítékokat beépített a törvénybe, önök mégsem tették ezt meg. A befolyásolás, az információs hozzáférés, az internetes zaklatás és a mentális egészségre való hatása a képernyő előtt töltött időnek mind-mind olyan kérdés, amire nagyon sürgető lenne jogalkotói választ is adni, illetve akár a tantervbe beépíteni a digitális eszközöknek az olyan típusú használatát, amely felkészíti a gyermekeinket arra, hogy ez előnyükre váljon. Prevenciós programokat is kellene önöknek támogatnia e tekintetben, hiszen maga a képernyő túlhasználat, hogyha nem is olyan tartalmat ér el a gyermek, ami nem az ő életkorának megfelelő, ez önmagában olyan károkat okoz az ő idegrendszeri fejlődésében, a készségeinek a kifejlődésében, amelyek később nem pótolhatók, illetve megnő a függősége. Már kimutatható az, hogy a képernyő függő gyerekek körében felnőtt korukban több a drogfüggő és az alkoholfüggő, tehát ennek a függőségnek a kialakulását épp hogy erősíti, hogyha a képernyő túlhasználatot nem tudjuk fékezni. Az a megoldás, amit önök konkrétan a szolgáltatókra hárítanak, illetve a szülők kérésére a szolgáltatóknak szükséges megtennie, az félő, hogy a designer drogokhoz hasonló eredményeket fog csak szülni. Lesz egy lista, amelyet nem érhetnek el majd a fiatalok, de ezt nagyon könnyű lesz kijátszani, hogyha nem tudják kellő időben frissíteni, és gyakorlatilag állandóan új és új tartalmak fognak megjelenni. Ezért azt javasoljuk, hogy legalább ezek egészüljenek ki maguk az oldalak olyan kulcsszavakkal, hashtagelt szavakkal, amelyek az ilyen oldalak megtalálását könnyebbé tennék a gyerekek számára, illetve könnyebbé teszik a törvénynek a kijátszását, hogyha ezek nincsenek benne, és a folyamatos felülvizsgálatra és aktualizálásra törvényi garanciát szeretnénk látni e tekintetben is. Ugye a különböző szűrőkkel a másik probléma az, hogy az erről a téma szakértői azt mondják, hogy nagyjából olyan 10-11 éves korig használható és hatékony a különböző szűrőprogram, mert a felső tagozatba érkezve a gyerekek már annyira tudják jól használni az eszközeiket, hogy a családi szűrő programokat saját maguk ki tudják játszani. Ugye le tudnak tölteni ilyen appokat, vannak ilyen oktató videók, különböző videó megosztó portálokon a gyerekeknek, hogy hogyan játszd ki a szülői szűrő programot a telefonodon, és akkor ott le van nekik végig vezetve, hogy hogyan tudnak úgy elérni oldalakat, úgy megtekinteni tartalmakat, hogy a szülő bármilyen programot is telepít rá az ő okos eszközükre, nem fogja látni, hogy a gyermek mit csinál. Nagyon fontos azt is látni, hogy a gyerekek döntő része
99%-ban szórakozásra használja a telefonját. Egész egyszerűen az ő érettségük, az idegrendszeri fejlettségük, illetve az agyuk működése nem teszi azt lehetővé, hogy azt a fajta digitális egyensúlyt, és nem megbántani szeretném a gyermekeket természetesen, hanem ez egy természetes biológiai adottság, az életkorukból fakad. Ők még nem képesek arra, hogy olyan mértékű önkontrollt gyakoroljanak, ami a tudatos felhasználói magatartást lehetővé tenni, tehát ez egy illúzió a részünkről, hogyha ebben gondolkodunk. Maguknak a pornó oldalaknak a korlátozása nyilvánvalóan támogatandó, és nagyon fontos erről beszélni, hiszen a fiatal generációt különösen a közösségi média miatt sokkal nagyobb mértékben érinti az alacsony önbecsülés vagy a testképzavarnak a kialakulása, amihez ezek is nyilvánvalóan hozzájárulnak, és az iskolai teljesítményre is kimutatottan rossz hatással van, hogyha ez a fajta függőség kialakul a gyerekek körében, tehát mindenképpen tudjuk ezt támogatni. Ugyanakkor az erre létrehozott javaslatokat, illetve a törvényjavaslatnak ezt a részét nagyon alacsony hatékonyságúnak tartjuk. A gyermekvédelmi rendszerre rátérve, és hogyha szűk értelemben beszélünk a gyermekvédelemről, akkor azt mondhatjuk, hogy lett volna egy esély a pedofil botrány után legalább arra, hogy a gyermekvédelem megerősödjön, és új lendületet kapjon, akár szakmai, akár finanszírozási vonatkozásban, és több esetben itt is támogatni tudjuk azokat az irányokat, amiket önök megfogalmaznak. Igen, szükség van a gyermekvédelemben dolgozók szigorúbb ellenőrzésére, szükség van arra, hogy az itt ilyen intézményekben élő gyerekek számára több sportolási, kulturális lehetőséget teremtsünk meg. Ugyanakkor csak a felszínt kapargatjuk, amikor a gyermekvédelem intézményrendszerét át akarjuk tekinteni, és az abban leledző problémákat meg akarjuk oldani. Nagyon fontos lenne az is, hogy élesen válasszuk el a pedofilok elleni szigorú fellépést a minden dolgozó magánéletébe való benyomulástól, tehát a kontrollt azt addig a mértékig tudjuk támogatni, ameddig ez nem jár olyan behatolással valakinek a magánéletébe, amely sértheti és joggal sértheti őt. Már csak azért is, mert kapacitás hiánnyal küzd a teljes gyermekvédelem, ez megmutatkozik a gyámok tekintetében is, a gyermekotthonban dolgozók és a nevelőszülői hálózat vonatkozásában is láthatjuk mindezt. Nagyon fontos lenne az is, hogy a vezetőknek a felelőssége is tükröződjön a törvényben, hiszen nagyon sok esetben láttuk azt, hogy sokszor a vezetők igyekeznek eltusolni az ügyeket a tisztességgel jelentő munkatársak jelentései után, így az ő felelősségüknek is meg kellene jelennie a gyermekvédelmi szabályozással kapcsolatban. Ugye látni kell azt, hogy a jelenleg 23 ezer gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és fiatal közül a jogszabály szerint minden 12 éves kor alatti gyereket nevelő szülőknél kellene elhelyezni, de ezt még mindig nem tudják önök megtenni, mert hosszú évek óta hiányzik nagyjából 2000 nevelő szülő, ennek részben nyilvánvalóan finanszírozási oka van. A másik ugye elengedhetetlen lépés lenne a béremelés és a társadalmi presztízs növelése, hogy ami a teljes gyermekvédelmi szakemberi réteget érinteni kellene. Az egészen elképesztő, és szintén ez a törvényjavaslat sem nyújt semmiféle megoldást rá, hogy a jelenlegi rendszerben összesen 16 fő gyermekjogi képviselő működik, és látja el közel 23 ezer gyermeknek az érdekképviseletét. Ez egy a számokból önmagában látható, és mindenki számára egyértelmű, hogy
óriási fejlesztésre lenne szükség a gyermekvédelemnek ezen a területén is. A kormány mégsem tesz ebben az ügyben sem egyetlen egy lépést, ebben a törvényjavaslatban sincsen erről egyetlen egy szó sem. Tehát vannak olyan részproblémák, amelyekre önök nyújtanak, legtöbbször egyébként nem hatékony, olykor akár még nevetséges problémákat is. Ráadásul az önmagában megkérdőjelezhető, hogy a szabályozás, éppen a digitális védelemre vonatkozó szabályozás jövő év őszétől kezdve fog sávosan hatályba lépni. Lehet, hogy addigra már az idő el is megy mellette, hiszen amilyen gyorsan változnak a digitális eszközök, illetve elérési módszerek, elképzelhető, hogy mire hatályba lép, addigra már bőven túl lesznek a fiatalok is, ezek az oldalak pedig, akik ebből élnek szolgáltatóként, azok meg különösen rájönnek jövő év őszéig, hogy hogyan tudják kijátszani ezeket a szabályokat. És a felszólalásomat pedig Szent II. János Pál pápa apostoli buzdításával szeretném zárni, aki a keresztény családok feladatairól így írt. Szeretném meghirdetni az örömet, amelyet mindannyiunknak hoznak a kisgyermekek, akik az élet tavaszát és a Föld minden országának jövőjét jelentik. Ugyanis egyetlen nép és egyetlen politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő korszakát, csak úgy, hogy figyelembe veszi az új nemzedéket. A gyermekekről való gondoskodás tehát már születése előtt, fogantatása első pillanatától kezdve, s a gyermek és ifjú koron végig az emberek közötti kapcsolat alapvető megmutatkozása. Mi jobbat lehetne kívánni az összes nemzeteknek, minden embernek és a világ valamennyi gyermekének, mint azt a szebb jövendőt, amikor majd teljesen megvalósul az ember jogainak tiszteletben tartása, hogy minden egyes világra jövő gyermeket elfogadnak, szeretnek, megbecsülnek, egységes testi és lelki nevelésben részesítenek, és minden tekintetben törődnek vele. Ezt kívánom a mi gyermekeinknek is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, elnök asszony.